Önök a Telena magazint látják, Bence Péter vagyok, köszöntöm nézőinket, lássuk, mit kínálunk a következő percekre. Továbbtanulásban segíti diákjait a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. A nagycsaládosok Tolnai Egyesületéhez érkezett elsőként a Mikulás idén. Karácsonyi vásárt tartottak a Tolnai Kulturális Központban. Arculatok című amatőr fotós kiállítás a Magházban. Tolnán három intézménynél rendelt el kötelező jelleggel az önkormányzat a koronavírus elleni védőoltás felvételét. A Családsegítő Központban, a Vosinszki Mór óvodában, illetve a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtárban. A létesítményekben dolgozók többsége elfogadta a döntést, azonban vannak, akik továbbra is tartózkodnak. November 1-től az állami intézményeknél kötelező a koronavírus elleni védőoltás, az önkormányzati létesítmények esetében pedig a polgármester dönthet a kérdésben. A Tolnai városvezetés úgy határozott, hogy három helyen rendeli el a vakcina felvételét, többek között az óvodákban. Megkaptuk a határozatot a polgármestertől, hogy kötelezővé teszi az oltást a dolgozók számára. Ezt követően én kiküldtem 10 embert érintett nálunk a 66 fős nevelőtestületből. Elkészítettem a határozatot, kiküldtem nekik, és az alapján január 1-ig kell beoltassák magukat. Ha valaki ezt nem teszi meg, akkor újra fel kell szólítanom, és akkor onnantól 15 napja van. A 10 főből 5-en már megkapták az oltást. 2 jelezte felém, hogy nem biztos, hogy be fogja magát oltani. Ebben az esetben azonban a foglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot rendelnek el. Továbbá 1 év elteltével a munkáltató az alkalmazott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti. Azonban ha a dolgozó 1 éven belül felveszi a vakcinát, ismét munkába állhat. Az óvodákban egyébként a szülőkre is szigorú szabályok vonatkoznak. November közepén bevezettük, amikor ugye elkezdődött újra a megbetegedések, hogy több szülő jelzett, hogy covidos lett, illetve volt már kolléganő is, aki elkapta a betegséget. Akkor újra bevezettük, hogy a szülők nem léphetnek be az intézménybe. Az ajtóban veszük át a gyermekeket, akkor, amikor a szülővel kontakt van, akkor kötelező a maszk használat, de van 1-2 pedagógus, aki egész nap viseli a maszkot a gyerekek között. Is. Szerintem ők most már ezt így megszokták, úgymond. 1-2 gyermek van, aki esetleg reggel sír emiatt az anyától való elválásnál, de szinte zökkenőmentesen veszik ezt az akadályt. A Tolnai Kulturális Központ és Könyvtárban szintén kötelezővé vált a koronavírus elleni vakcina felvétele. Kulturális Központban 19-en dolgoznak, közülük 5-en nem vették fel az oltást eddig. Egyik dolgozónk az átesett a fertőzésen, most jár le az az időszak, amikor fölvehet és föl is fogja. 4-en vannak a többiek, tehát ezek után egyik kollégám kijelentette, hogy semmi körülmények között nem hajlandó fölvenni, és 3-an még. Hát azon gondolkodnak, hogy akkor hogy is legyen, rengeteg kérdésük van és megpróbálnak erre válaszokat kapni. De nálunk ugye, mivel ez egy olyan kormányhatározat, amit végre kell, hogy hajtsunk, vagy kormányrendelet, amit végre kell hajtsunk, nem igazán tudunk vele mást kezdeni, mint hogy megtesszük. Kérjük őket, hogy oltassák be magukat. Ahogy a rendelet szól, tehát 45 nap után, még 15 nap, és akkor utána kezdődik ez a fizetés nélküli szabadság, ez valamikor január közepe vége felé. Én remélem, hogy nem kerül erre sor nálunk, hanem mindenki belátja, hogy nem igazán van más lehetősége. Az igazgató elmondta azt is, hogy az intézményt jelenleg csak azok látogathatják, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Kártya és maszk. Hát a maszk ugye az utóbbi időben, amióta országosan ez megkezdődött itt is, tehát minden olyan rendezvényünk, ahol egy teremben 5-4 többen vannak, ugye ott mindenképpen maszkot kell viselni. Nagyon fegyelmezettek egyébként a tolnaiék, ezt én mondhatom. Most a hétvégén rendezvényünkön szinte senkinek nem kellett szólni, hogy erre figyeljen oda, hanem mindenki szépen betartotta ezt, és hát remélem nem is lett semmi baj belőle.
Visszatérnek az öreg diákok a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium falai közé. Az intézmény ugyanis pályaorientációs napot szervez. Az iskola így szeretné segíteni diákjait a továbbtanulásban. A gyerekek többek között megismerhetik az egyes főiskolai, illetve egyetemi képzéseket, továbbá azt, hogy utóbbi elvégzését követően milyen lehetőségeik lesznek a munkaerőpiacon. December 11-én különböző foglalkozásokon, illetve előadásokon vehetnek részt a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanulói, ugyanis pályaorientációs napra készül az oktatási intézmény. A programma elsősorban a továbbtanulás előtt álló végzős diákoknak szeretnének segíteni. Minden évben megrendezzük ezt a pályaorientációs napot, ami azért is lényeges, mert közeleg a pályaválasztás a végzősök számára, de persze ez nem csak nekik szól. Megpróbálunk olyan lehetőségeket felvillantani a diákok előtt, ami talán könnyebbé teszi a pályaválasztást. A diákok maguk fogják eldönteni, kiválasztani, hogy milyen előadást hallgatnak meg, milyen foglalkozáson vesznek részt, hiszen 15-18 lehetőség közül választhatnak, kettőt kell majd kiválasztaniuk, amelyik leginkább érdekli őket, és meghallgatni annak a főként volt diákunknak az előadását, tájékoztatását, akik éppen egyetemen tanulnak, vagy éppen már végeztek, és már valahol dolgoznak, hiszen tőlük nyerhetnek elsősorban első kézből információt. A diákokkal megbeszélve jutottunk erre a következtetésre, hogy ez a leghatékonyabb. Tehát volt diákjainktól hallhatnak fontos információkat, és ha esetleg talán nekünk nem is annyira hiszik el, hogy mi kell a továbbtanuláshoz, a volt diákoknak valószínűleg jobban, tehát nyomatékosabb, hogyha ők mondják, hiszen éppen most vannak benne, most tanulnak egyetemen, vagy éppen elvégezték és munkát találtak. Az eseményre néhány egyetemről is érkeznek előadók, akik bemutatják az adott intézmény képzési kínálatát. De a 7.-8.-osoknak is külön foglalkozásokat szervezünk. Ők még inkább ilyen önismereti, közösségépítő foglalkozáson vesznek részt, ami persze megalapozhatja a pályaválasztást, nekik még nincsenek azért annyira konkrét elképzeléseik, hogy mit szeretnének majd, merre szeretnének tovább tanulni, de ez az iskola pszichológus által szervezett foglalkozás mindenképpen segítheti őket abban, hogy megismerjék saját képességeiket. December 11-én, szombaton, ezen a szombati munkanapon, ami nálunk tanítás nélküli munkanap lesz, délelőtti órákban szervezzük ezeket az előadásokat és foglalkozásokat. Most rövid reklám következik, majd a Magházba látogatunk, ahol a nagycsaládosokhoz érkezett elsőként a Mikulás. Jön a reklám, aztán mi is hamarosan. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást.
Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Folytatjuk is a Telen a magazint, Tolnán a hagyományokhoz híven a nagycsaládosokhoz érkezett elsőként a télapó, és természetesen idén sem maradtak ajándék nélkül a gyerekek. A Mikulás ünnepség hatalmas sikert aratott, ebben az esztendőben egy interaktív műsorral szórakoztatták a résztvevőket. Tolnán már hagyomány, hogy a nagycsaládosokhoz érkezik elsőként a Mikulás. Idén sem volt ez másként, a télapó puttonya tele volt ajándékokkal, amit a gyerekek énekekkel, versekkel köszöntek meg. Télapó itt van, ó a sugárja, jég a cipője, leng a szakálla, zsák, zsák, teli zsák, piros alma aranyá, kis szarvas húzta, szár repítette gömbölyű zsákját, száz fele vitte, zsák, zsák, teli zsák, piros alma aranyát. A program idén egy játékos, interaktív Mikulás váró műsor keretein belül zajlott. Megvan a 8 szarvasunk. Egy picike gyerkőcre lenne szükségem, aki viszont bevállalná, hogy a mai nap folyamán ő lenne Rudolf. Ki szeretne Rudolf lenni? A célom ezzel tulajdonképpen több, hogyha most erről beszélünk, mert a szerényebb és kicsit visszahúzódóbb gyerekeket is ezzel a zenés és dalos, táncos műsorral próbálom egy kicsit ösztökélni arra, hogy igenis ő is merjen kijönni, és egy kicsit is, vagy kicsit megmutatni magát most, hogyha olyan téren is, hogy csak ott áll, mint egy kis szereplő, egy kis kelléke mondjuk a műsornak, mert olyan szerepet bízunk rá, vagy éppen ő neki az a dolga, hogy sétálgat fel alá, de akkor is meg tudja magát mutatni, és egy kicsit bontogatni a szárnyait. Meg hát ugye a másik része az, hogy várjuk a télapót, ugye nem sokára érkezik hétfői nap folyamán, és ugye még nagyobb izgalomba lesznek így a gyerekek, és még jobban fogják várni. Talán egy kicsit oda fognak figyelni arra, hogy na most ebben a pár napban azért ne legyek olyan csintalan, mint eddig voltam. Mit tudás, tedves mit tudás? Gyere már, minden gyerek vár. Mit tartsod tudani, jaj, de jó, de a üdes, hogy gyereknek nem való. Most az elmúlt két évben mondjuk azt, a tavalyi évet nem említve, hogy mindig utoljára a gyermekek csináltak műsort a nagyszakállú Mikulásnak, készültek ugye tánccal, énekkel, versekkel. Idén gondoltunk, hogy ezt most leváltjuk, és újra megkérünk egy előadó művészt, aki csinál számunkra egy kis műsort, egy interaktív műsort, amiben a gyermekeket is bevonja, és talán így egy újdonságként lesz most is, hogy megérkezzen a Mikulás. A mi egyesületünk egy nagyon összetartó csapat, elmondhatom, teljesen összetartottunk akkor is, amikor ugye a koronavírus bejött, és a járványhelyzetben is próbáltuk egymást támogatni, és amint meg tudtuk oldani a rendezvényeinket a jogszabályoknak megfelelően, úgy meg is tartottuk őket. Tavaly a Mikulásunk ugye házhoz ment, úgyhogy nem érintkezett senkivel, a gyermekek az ablakba várták, a Mikulás oda ment, a párkányra letette a csomagot, ablakon keresztül integethettek neki, de nem volt így kontaktusunk egymással. Idén örülünk, hogy ez még egyelőre nem hiúsult meg, és meg tudtuk tartani a műsorunkat. Igaz, hogy a maszkkal nehezebb, de mégis úgy vagyok vele, hogy szerintem így örömet okozhattunk a gyermeknek, és látjuk az arcukat, amikor megérkezik a Mikulás. A tűz kihonyt már, de mindegy, elköszönni tőled nem megy. Tiszte szeretet év pontó, nekünk jó, nekünk jó, nekünk jó. A télapó útja ezt követően a Tolnai Kulturális Központba vezetett, ahol többek között adventi vásár zajlott, ahova helyi egyesületek, kistermelők és ajándékkészítők is érkeztek, olyan termékekkel, amelyek karácsonyi hangulatot teremtettek. Finnországban lakik,
8 plusz 1 szarvas húzza a szárnyát, és az összes ruhadarabja piros. Mikulás váróval egybekötött adventi vásárral készült a Tolnai Kulturális Központ az elmúlt hétvégén. Azok a gyerekek, akik ellátogattak az eseményre, többek között kipróbálhatták a népi fakör hintát és a játékparkot, illetve adventi kézműves foglalkozáson is részt vehettek. Mai napon várjuk ide a Mikulást. Délután 4 órakor kezdődött ez a rendezvény, ahol kisebb-nagyobb gyerekprogramok vannak, és aztán majd jön a Mikulás, és ez egészen este 8-ig tart. A vásárra helyi egyesületek, kistermelők és ajándékkészítők is érkeztek olyan termékekkel, amelyek karácsonyi hangulatot teremtenek. Adventi dekorációval és adventi ruhával készültünk. Mi másodszor vagyunk itt, ezelőtt 2 éve voltunk, és ugye tavaly előtt nem volt a pandémia miatt, és most újra itt vagyunk. Kézműves termékeket készítek, agyagból, fából, és virágkötő vagyok. A használati tárgyakat is árusítok, ami szalvéta technikával készül, lisztartó, mézes csupor, különféle tárolóedények, vajtartó. Ez dekopás technikának mondják egyébként, de ez mondjuk kimondott a rizspapírral készült, de azzal a technikával. Belül mázasak az edények, úgyhogy ezeket lehet bátran mosni, használni. Akkor van mézes csuprom, ilyen ez. Akkor van fából készült ez a kulcstartó, akkor van a konyhadíszek is, fából készültek ezek is, vintage stílusba, kancsi stílusba, cukortartójaim. A programon természetesen a télapóval is találkozhattak a gyerekek. A nagyszakállú szalon cukorral lepte meg a kicsiket, akik versekkel, dalokkal viszonozták a kedvességet. Négy amatőr fotós munkáját csodálhatják meg azok, akik ellátogatnak Tolnán a Makházba. Az arculatok elnevezési tárlaton portréfotókat tekinthetnek meg az érdeklődők. A négy fiatal mindegyike a tavaly évben meghirdetett virtuális kiállítás alkalmával már bemutathatta tehetségét. Akusztikus koncerten nyitották meg azt a fotókiállítást Tolnán, ahol négy fiatal amatőr fotós képeit nézhetik meg az érdeklődők. A négy fotós előző évben egy virtuális tárlat alkalmával már megcsillogtathatta tehetségét. Tavaly volt egy olyan felhívásunk, illetve egy sorozatunk, hogy virtuális galéria, és ebben a sorozatban kerestük a fiatal művészeket. A vírus ideje alatt, amíg nem tudtunk tartani élőben kiállításokat, és ennek keretében bukkant fel ez a négy fotós is, ők a virtuális galériában jelentkeztek először képekkel, és már akkor felfigyeltünk rájuk itt az intézménynél, hogy igen, tehetséges fiatalokról van szó, és úgy gondoltuk most decemberben, hogy ezt a négy fiatalt ezt összerakjuk egy kiállítás erejéig, és mivel a közös pont az ő munkásságukban a portréfotózás, így azt találtuk ki, hogy egy portréfotó kiállítást hozunk létre, aminek aztán Arculatok lett a címe. Csongrádi Dávid körülbelül másfél éve kezdett el fotózni, autodidakta módon sajátította el a fényképezés csinyát-bínyát. Képei témáit tekintve változatosak, szereti lencse végre kapni a természetet, az erdő és a vízpart állatvilágát, de az asztrofotók és az utóbbi időben portréfotók készítésében is örömét leli. Erre a kiállításra egy ismerősre hívta fel a figyelmét, ő buzdította arra, hogy mutassa meg képeit közönség előtt is. Volt egy pályázat, az ember és a természet kapcsolata,
azt tavaly évben sikerült egy második helyzetet felnőtt kategóriába elnyernem, szintén csak ilyen hobbi képekkel. Ismerem a Jácintot, az apukáját régóta ismerem, és meghallott, hogy fotózok. Kért egy pár képet, és kiállította. Ebből lett egy oklevél, és akkor ez a kiállítás is gyakorlatilag úgy jött, hogy ha már egyszer, és tudja, hogy úgy is megyek, és úgy is mindig van pár kép, meg azért időközben neki feltettem pár kérdést, segített akkor már Photoshopba egy-két ötletet adott, és akkor mondta, hogy küldjek már egy pár képet. Letenyei Eszter szintén portréfotókkal képviseltette magát a kiállításon. A 19 éves lányt elsősorban a boldog pillanatok megörökítése hajtja. Ez az első kiállítása, ahol szélesebb körben is megmutathatja elkészített képeit. Fotózni már igazából azóta fotózok, amióta van érintőképernyős telefonom, akkor kezdtem el fotókat készíteni a barátaimról, vagy így tájakról, ahova mentem éppen. Leginkább vagy a képeken is látszik, inkább portréről, vagy portré emberekről szoktam fotókat készíteni, mert ez áll hozzám legközelebb inkább. Volt, hogy kipróbáltam magam ételfotózásban, tájképfotózásban, illetve esküvőket is szoktam vállalni, de az esküvő mellett ez áll hozzám legközelebb, szóval szerintem maradok ennél. Két másik amatőr fotográfus alkotásait is megnézhetik az érdeklődők. Domokos Gábor legtöbbször lencse végre kapott témáinak a székely néptánc és a népzenei rendezvények számítanak. Bevallása szerint személyes kötődések fűzik ehhez a közeghez és kultúrához. 2014-ben vásárolta meg első tükörreflexes fényképezőgépét, és azóta hobbiának tekinti a fotózást. Horváth Máté 22 éves ugyan, de már 6 éve űzi hobbiként a fényképezést. Azóta kedvenc műfajává a portréfotózás vált, de mivel szeret kirándulni, előszeretettel örökíti meg a természet szépségeit. A fotózáson kívül egy másik művészeti ágban is jeleskedik. Agyaggal és annak megformázásával tavaly kezdett el foglalkozni, a kiállításra fazekas alkotásait is elhozta. A kiállítás 2022. január 7-ig lehet megtekinteni Tolnán a Magházban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!